Csákány, szevasztok! Hazafele, ezerrel, egy kis croissannal, az új barátunk, meg egy olmás körte vatt. Jó, hogy mondtam az eladó nőnek, hogy sárgát kérek, a klasszikusot, és mondom, nem hűtöttet. Az egyiket legalább betartotta, nem hűtöttet adott. De nem sikerült összehozni neki a sárgát, meg a zöldet, azt látom. De mindegy is. Így jártam ebben. Gyorsan eltelt ez a mai nap. Az igen, mert mit csináltott. Este live. Majszának üzenem, mi hamarabbi gyógyulást kívánok. Tudom, mert most napokig nátás voltam. Tudom, milyen rossz dolog, csak én dolgoztam is. Azért sem nagyon voltam most a hétvégén sehol. Se túra, se semmi. Még lehet hallani, hogy még köhögök, meg minden, de már jobb teljesen. Kabilla teát, főzök mindig, sima teát. Közben hoztam a bokrot is magammal, hát most bokortea nem kell. Meg pihenni kell. Ezért jó most, hogy délelőttös vagyok. Meg így is maradok, meg is beszéltem. Hát ez teljesen más. Jó, a reggel egy kicsit kemény, nem azt mondom, de a repül a délelőtt. Hónap meg felügyelik a délutános embereket, mert baj van velük. Hamarabb elmennek a műszakból. Tudod, nem szabad csinálni. 2-10-ig van a munkaidő, akkor 2-10-ig van. Nem az, hogy ellépünk hamarabb. Jó, nem azt mondom. Mi is, amikor már megcsináljuk a munkánkat, mert minden hamarabb elengednek minket. De nálunk sincs mindig ez így. Hogy hamarabb bent állni nagy tervonat. Lehet, hogy még a túloldalon van a mozdony rajta. Nem is rabolom tovább az időt, hát még gyors megeszem. Amire még hazaérek. Kódott a sorompól, jön majd valami szerelvény. Fel is töltöm, de ezt már wifivel. Ja, és mondani akarom, a reggeli live-ok is úgy lesznek most már feltöltve. Most a két napban, mert nagyon kevés mobil életem van. Két nap múlva meg frissül a net. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Mindenkinek jó pihenést. Gyógyulást kívánok, aki beteg, ugye, MyStar? Sziasztok!